Május 31-e, dohányzásmentes világnap. Ebből az alkalomból egésznapos nagyszabású program várja a tataiakat az Öregtó partján a kajakháznál. A programot egy orvostársaság szervezi. A dohányzásmentes világnap a Magyar Artériás Stiffness Társaságnak a kezdeményezése. Én magam ennek a társaságnak vagyok az elnöke. Ez egy országos hatáskörű orvos szakmai társaság. Abszolút az elsődleges megelőzés, a szívérendszeri betegségeknek a megelőzése a fő célunk. Több olyan egyre fiatalabb beteget kezelünk, akinek a szívrohama megelőzhető lenne, de ott van az életmód, ott a dohányzás, ott a nem felfedezett vagy nem kezelt rizikotényezők. Tehát mindenképpen fontos, hogy egy ilyen rendezvény megszülessen. A témához kapcsolódóan ilyen nagyszabású program a tatai lesz az első Magyarországon. Akik dohányoznak, de hiányzott eddig az a plusz információ, az a plusz lökés, amivel esetleg a káros csapdát jelentő szenvedélyektől meg tudnak szabadulni, hát ha itt kapnak valami olyan plusz információt. Ez önmagában még kevés lenne. Számos olyan az egészséges életmód különböző területeit promotáló segítőnk, támogatónk van, akik például a dohányzásról való leszoktatást módszereiről, pszichés és esetleg gyógyszeres módszerről fognak itt nekünk előadásokat, illetve tanácsadást tartani. Emellett szűrővizsgálatok fognak történni. Egy nagy szűrőkamion, egy csodálatos szűrőkamion fog érkezni a városba az új kajakház mellé, ahol nagyon sok olyan szívérrendszeri, tüdőgyógyászati és egyéb szűrővizsgálatokat tudnak, és nagyon fontos, hogy ingyenesen elérni az emberek, amelyek segítenek esetleg a aktuális állapotukat, akár dohányoznak, akár nem, de fölmérni, és aztán ezt szakemberekkel megkonzultálni. Tehát egy kicsit a egészségnevelésnek minden szeletét megpróbáljuk megjeleníteni ezen a rendezvényen. Május 31-én vasárnap egész nap ingyenes szűrésekkel, neves sportolók vezette mozgásprogrammal, felvilágosító előadásokkal várják az érdeklődőket az Öregtó partjára a kajakházhoz.